nem is hinnénk, hogy a zene milyen sokszínű és milyen sokrétűen tanítható gyerekeknek. A zeneiskolában működő Tálos Edit Alapítvány programján jártunk, ahol a kisiskolásokból álló tücsök zenekarral találkoztunk. Ők a tücsök zenekar, akik ide, az idei tanévben kezdték el ezt a közös munkát. A Tálos Edit Alapítvány szervezésében egy pályázatot írtunk tavaly nyáron, és egy elég komoly összeget nyertünk. Ezt szerettük volna olyan tehetséggondozó foglalkozásokra fordítani, mint például az itt dolgozó kis tücsök zenekarosok. Ide olyan gyerekek kerülhetnek be egyébként, akik a zeneiskolában teljesítik a hangszeres főtárgy óráikat, illetve a szolfés kötelező óráikat, és ezen felül igazából ők kvázi egy szakkör itt az alapítvány szervezésében vesznek részt. Tehát számukra ez nem egy kötelező munka, hanem azon felül vállalják. Ezek a szorgalmas tücskök. Motiválni úgy lehetett igazából, hogy a pályázat nagy gondot fordít a tehetséggondozó foglalkozásokra, így az egész év folyamán különböző programokat állítottunk nekik össze, és akkor volt számukra néptánc foglalkozás, hangszerismertető, utána a saját maguk készítettek önállóan hangszereket, tehát fűrészeltek, köcsögdudát készítettek, mirlitó hangszereket készítettek, de volt zenei vetélkedő számukra, illetve megismertettük őket Yehudi Menuhin tornáival, illetve Kovács módszernek a léggömbös gyakorlataival, amit a testtartásukat javítja, de volt számítógépes kottaszerkesztés, a ritmus fejlesztésüket pedig az ütős kollégáim segítették. Ha jól értem, akkor a zenekar is ennek a programnak a segítségével jött létre? De az már létezett előtte? Létezett előtte is, csak nem volt ennyire gazdag választékú foglalkozás mellette. Így viszont a gyerekek azt látjuk, hogy sokkal szívesebben vesznek részt, és sokkal nagyobb örömmel is jönnek. Mi volt a legnépszerűbb program, hogy láttad? Húha, hát nehéz választani, minden gyermeknek más. A zenés festést ezt nagyon sokan szerették, amit a Schrenk Rita vezetett, de nagyon szívesen vettek részt a fiúk inkább a számítógépes kotta szerkesztésen, vagy éppen a hangszer készítésen. Bejövünk, akkor lepakolunk, és akkor ugye 1,5 órás, és akkor 45 percet hegedülünk, utána meg foglalkozások vannak. A festés a zenével, az engem nagyon megérintett. Ott mi volt a feladat? Ott az volt, hogy zenére festeni, ami igazából szabadon választott dolog. Ami a lelkedből jön? Igen. És mit festettél? Én egy vízesést. Test. Nagyon klassz! Bizonyos vagyok benne, tehát tényleg teljes meggyőződésem, hogy van olyan zenekari tagunk, aki azért nem iratkozott ki a zeneiskolából, mert ez az a gyakorlatilag foglalkozás, ami itt tartotta. Nyilván ezek a gyerekek könnyebben is feladhatják, sűrűek a programok, nagyobb választék, és hát könnyebb azt mondani egy ilyen jellegű elfoglaltságra, mint a zenetanulás, ahova készülni kell, és úgy, ahogy mondod, gyakorolni kell, hogy hát ehhez most éppen nincs annyira kedvem. Ez a foglalkozás viszont lehetővé tette azt, hogy hetente ugye a két főtárgy hangszeres óra mellett még harmadszor is elővegyék a hangszert. Így ha nem is gyakoroltak otthon önállóan, az biztos, hogy hetente háromszor kezükben volt a saját hangszerük. Hát
először engem zongorára szerettek volna küldeni, és Anna néni mondta, hogy vagy fúvós, vagy vonós. És így felvitt Anna néni Szilv nénihez, a hegedű tanáromhoz, kipróbáltam, és másnap már mentem hegedű órára. Könnyen tanultál? Hát, igen. Igen. Mennyire kell odafigyelni, az ember rendszeresen gyakoroljon, akár kicsikén? Hát én azt mondom, oda kell figyelni. Bár nem muszáj, de aki úgy jobban szeretne a zenével foglalkozni, annak többet kell gyakorolnia. Neked a tanárok, szülők is egy kicsit segítettek, terelgettek, vagy ennyire tudatosan készülsz erre a pályára? Mindenképp terelgettek. Kicsikoromban mindig mondták, hogy Barnus, gyakorolj. Van baj van, hogy még most is. Mi az, ami jó ebben az együttzenélésben? Hát igazából nagyon sok mindenkit megismertem. Elsősorban minden pénteken várom ezt a, vagy minden héten várom ezt a napot, amikor együtt lehetünk, mert jókat nevetünk, és jól érezzük magunkat. Körülbelül a zenekar fele az, aki jövőre már az iskolában a Muzika Bella vonós zenekar tagjaként fogja folytatni, és ott a körülbelül 8 kisgyermek az, aki még nyilván jövőre még ide fog járni, és hát érkeznek az új pici tücskök. Te is zenei pályára kész? Igen. És akkor te hegedű művész lesz? Hát még nem tudom, de lehet, hogy az leszek. Mitől lesz valaki igazán jó művész, jó hegedű művész? Most egy családi példa alapján akkor te ezt talán látod, vagy tudod, vagy valamit kapizsgálsz? Hát, hogyha nagyon akarod azt a dolgot, amit nagyon el szeretnéd érni. Mennyire népszerű a hegedű a zeneiskolában? Sokan választják? Azt nem mondom, hogy nagyon-nagyon sokan választják, de azt is érdekes megfigyelni, hogy egyébként van olyan kisgyermek, aki egyértelműen a hegedűt szeretné is, és semmi mást. Kifejezetten örülünk, amikor van olyan kisgyermek, aki önmaga késztetése által választja ezt a hangszert. Sokkal könnyebb szerintünk ezeket a gyerekeket tanítani. A hegedűt azt te választottad? Igen. Mert ez nagyon tetszett. Apáik próbáltak lebeszélni róla, de én nem hagytam magam. Mert úgy éreztem, hogy az én vagyok. Azért ez egy nehéz hangszer, nem? Nehéz, de igazából szeretem a úgy kihívásokat. De ugye ezt a hangszert nem könnyű megszólaltatni eleinte. Mit lehet mondani, hogyha valaki ebben a hangszerben gondolkodik, hogy mikor érheti először sikerélmény, vagy mennyi időt kell gyakorolni, tanulni ahhoz, hogy úgy szépen tisztán egy dallamot le tudjon játszani? Hát nyilván nem ez a legkönnyebb hangszer, az biztos, de azért vannak olyan darabok, amelyekkel nagyon könnyen örömet lehet okozni. Tehát olyan üres húros darabok, amiben egyáltalán még billenteni sem kell, igazából csak az üres húrokat megszólaltatják, és nagyon szép zongora kíséretek vannak hozzájuk komponálva, így hát akkor a kezdeti sikerélmények azok itt is azért tehát lehet őket gyorsan garantálni. Nyilván ahhoz, hogy már egy picit komolyabb gyerekdalt el tudjon önmaga játszani, ahhoz legalább egy év hegedű tanulás szükséges. Akkor láthatjuk újra Tücskök zenekart, lesz-e még szereplés idén, vagy akár jövőre? Hát szerintem jövőre lesz. Tervezzük a kollégáimmal a 100 hegedűs program ismételt megvalósítását, amit utoljára 2018-ban rendeztünk meg, amikor is a Kodolányi A-épületben mutatták be egy elég nagy koncert keretében a műsorokat, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig felléptek. Kodolányi
koncert ugyan már csak a következő tanévben lesz, a foglalkozások azonban tovább folytatottak, énekkel, zenével, rajzzal, vagy akár improvizációval, hiszen nem csak szigorú gyakorlásból áll a zenei oktatás. Az improvizáció szárnyakat adhat, erre vezette rá Búrján Gabriella hegedű művész a Tücsök zenekar kis zenészeit az egyik foglalkozás alkalmával. Azt terveztem, hogy a gyerekekkel kicsit hallgatunk zenét, és meghallgatjuk, hogy a klasszikus zenében, nagy szimfonikus zenekarral hogy próbálják a zeneszerzők megjeleníteni ezt a hangulatot, a természet hangjait, a madarak hangjait. Hál' Istennek van rá bőségesen példa, és utána pedig mi, mivel a foglalkozás címe az, hogy improvizáció, hegedűvel és különböző hangszerekkel, mi próbáljuk itt ezt a hangulatot megteremteni, elé idézni egy kis erdei sétát a gyerekekkel. Mi lenne, hogyha a zenét hívnánk segítségül, és úgy kirándulnánk egyet egy erdőbe? Látjuk azt a szépséges tájat, amit leírt a zeneszerző. Reszketés lebben állt a levegőn, a szelíd teli volt, ami adta nekünk a világosságot, fényében kibontakoznak a gyönyörű fejük. Ilyen kicsi gyerekeknél mennyire értik ezt, hogy mi az, hogy improvizáció, mennyire tudnak ebbe a munkába, vagy nem is tudom, zenélésbe belekapcsolódni? Ez játék. Játék, tehát hogyha nem tudják, hogy maga a szó az mit jelent, akkor ez csak egy játék. Játék a hangszerrel, a hegedű adta adottságokkal, és mindannyian járnak a természetbe, ismerik, tehát ők otthon vannak, sokkal otthonosabban mozognak még ebben a közegben, mint ahogy mi gondoljuk. És még nincs meg sok esetben az a fajta kontroll, ami ezt megakadályozná. Úgyhogy ez jól megy, ez egy játék lesz. Mi az, amit az improvizáció hozzátesz? Mondjuk egy komoly zenét tanuló gyereknek a zenei fejlődéséhez akár? A szabadságot. Azt, hogy merjen alkotni, gondolkodni, hogy nem feltétlenül kell bekategorizálni, betenni, helyezni mindent kottaképbe, a hangokba. Nagyon-nagyon sokszor megszólalnak úgyis hegedűn hangok, és ezt a mai zenes szerzők erőszeretettel használják is, amik elrugaszkodnak attól a kottaképtől, amit mi gyakorlunk. Gyakorlás nélkül nincsen siker, ugyanakkor játék nélkül a zene sem létezne. A Tálos Edit Alapítvány inspiráló foglalkozásain a gyerekek nyelvén szóltak a zenéről és a művészet szeretetéről, remélve, hogy valami olyat tudtak adni, amitől valaki művészé válhat, vagy legalábbis zeneértő, zeneszerető felnőtté. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb is, két hét múlva találkozunk. Viszontlátásra!